Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az aktuális című adásunk, a vendégünk Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Azzal a megállapodással, határmegállapodással kapcsolatban szeretném kérdezni, amelyben vasárnap született egy eredmény az Amerikai Egyesült Államokban. Itt ugye a Mexikó határával kapcsolatos ügyekről van szó, hogyha én jól értesültem, vagy pedig itt más témák is terítékre kerültek? Ugye alapvetően a legjelentősebb problémája az Egyesült Államoknak az a mexikói határvédelem, tehát nyilván ennek a megoldására igyekeznek felfűzni minden olyan törvénykezési lehetőséget, amit meg tudnak tenni a törvényhozásban. Ugye a szenátusban van jelenleg egy megállapodás, egy kétpárti megállapodás a határvédelem kapcsán, ami felvet bizonyos kérdéseket, mert hogy ugye azt mondják azok, akik behatóan foglalkoztak magával a törvényjavaslattal vagy a törvénnyel, hogy egyrészt még hogyha a szenátus el is fogadja, akkor a képviselőházban ott nem biztos, hogy át fog menni, illetve a másik az, hogy nem teljesíti a törvény azt az elvárást, hogy ténylegesen lezárja a határokat, hanem egyszerűen csak meghatároz egy bizonyos napi beérkező limit számot, ami felett le lehet, és egy másik számot, ami felett le kell zárni a határokat, de egészen addig, amíg mármint a déli határt, de egészen addig, amíg minden addig beérkezett kérelmet feldolgozni. Na most itt azért látni kell, hogy választási évben vagyunk, tehát minden törvénynek megvan az olvasata, hogy itt az elnökválasztás, illetve a kongresszusi választásnak a befolyásolására születhet vagy születik az a törvény, és van olyan csoport, akiket előnybe, illetve van olyan csoport, akiket hátrányba hoz, ha úgy tetszik ez a törvény. A javaslat alapján, ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, és nagyon profán módon akarjuk megfogalmazni, akkor előnybe hoz mindenkit, aki az Egyesült Államok gazdasága szempontjából hasznos. Tehát azokat, akik mondjuk munkavállaló vízummal rendelkeztek, de az lejárt, vagy azokat, akik nem rendelkeztek vízummal, vagy nem megfelelő vízummal rendelkeztek, de dolgoznak az Egyesült Államokban, ők egyébként nagyon sokszor nem is mexikói, hanem indiai állampolgárok, de hátrányos helyzetbe hozza azokat a bevándorlókat, és ezek viszont jellemzően a Mexikóból érkező a bevándorlók. Azért nem mondom, hogy mexikóiak, mert nem kifejezetten mexikóiak, hanem nagyon sokszor Mexikón keresztül érkező gondurasi, el salvadori, meg guatemalai bevándorlókról van itt szó. Tehát azokat, akik be akarnak ugyan lépni az országba, de nincs semmilyen mondjuk úgy perspektívájuk, vagy nem dolgoznak az Egyesült Államokban, és a többi, és a többi. Tehát, hogyha ezt nézzük, akkor a törvény az egy kicsikét azért szétbontja a bevándorlóknak a fogalmát. Viszont azt látni kell, hogy ez nem egy átfogó reform. Tehát ez egy ilyen se hús, se hal konszenzus, ahol a demokraták is engedtek egy picit, a republikánusok is engedtek egy picit, és még Biden elnök is hajlandó aláírni. De hogy valójában az Egyesült Államokban átfogó reform, átfogó olyan törvény, amelyik rendezi a bevándorlás kérdését, az nem született igazából a 80-as évek óta. Tehát, hogy itt megint csak próbálják egy kicsit toldozgatni, foldozgatni a határvédelmi rendszert, nyilván azért, mert senki nem akar a választási évben olyannak tűnni, mint aki nagyon szélsőségesen belemegy egy határvédelmi reformba, hiszen a demokraták választóinak is van egy elvárása a határvédelem kapcsán, meg a republikánusok szavazóinak is van egy elvárása a határvédelem kapcsán, és mivel nem teljesen tiszta a helyzet, tehát a Fehérházban van egy demokrata elnök, a szenátusban van egy de facto demokrata többség, a képviselőházban meg van egy republikánus többség, és ugye mind a két háznak el kell fogadnia ugyanazt a törvényt, és az elnöknek is alá kell írnia, ezért nagyívű reformot nagyon-nagyon nehéz átvinni, már csak azért is, mert több szenátor, legutolsó információim szerint minimum 19 szenátor jelezte, hogy nem feltétlenül szavaznák meg ebben a formában ezt a törvényt, ahogy ez most jelenleg be van terjesztve, és ugye a képviselőháznak a
a speakere is jelezte, hogy hiába fogadják el, ő ebben a formában nem valószínű, hogy beterjeszteni a képviselőház elé. Szóval jelenleg itt még azért nagyon képlékeny a helyzet a tekintetben, hogy mi fog itt pontosan történni. Politikai szempontból kinek kellett nagyobbat engedni, vagy többet engedni, hogy ez a határmegállapodás létrejöhessen? Politikai szempontból igazából a demokraták engedtek többet, mert ha visszaemlékezünk még a 2020-as választási kampányra, akkor Joe Bidennek az egyik legfontosabb, meg egyébként általában a demokratáknak az egyik legfontosabb ígérete az az volt, hogy visszavonnak minden olyan represszív döntést, vagy szerintük represszív döntést, amit Donald Trump hozott a határvédelem kapcsán, és visszatérnek, ahogy ők fogalmaztak, az emberarcú Amerikához, tehát ahhoz a fajta bevándorlási törvénykezéshez, amelyik a humánus arcát mutatja az Egyesült Államoknak. Na most itt azért az világosan látszott a bevándorlók számának a megugrásából, hogy egész egyszerűen nem fog működni az a fajta politika, az a fajta határpolitika, határvédelmi politika, amit ők a kampányukban megpróbáltak magukról eladni. Ugye azért itt, ha visszanézzük az elmúlt nem is heteket, hanem hónapokat vagy éveket, itt azért olyan nagyvárosok, mint New York vagy Chicago szenvedtek a migrációs válságtól, pedig azért elég egy pillantást vetni a térképen, és látjuk, hogy egyik sem kifejezetten határváros, mármint ami a mexikói határt illeti, de az történt, hogy azok a republikánus kormányzók, Abbott kormányzóval, Texas kormányzójával az élen, akik pedig határállamokat vezetnek, és akikre elsődlegesen nehezedik ez a migrációs nyomás, ők egyszerűen vagy buszokra, vagy más egyéb közlekedési eszközre ültettek nagyon sok bevándorlót, és elvitték olyan demokrata magukat sokszor menedék, vagy elvitették olyan demokrata magukat sokszor menedékvárosnak hívó városokba, mint Chicago vagy New York, hogy érezzék ezek a nagyvárosok is, hogy van az Egyesült Államokban a határprobléma, még akkor is, hogyha ők maguk ezt nem érzik, és még akkor is, hogyha ők egyébként a liberális szólamokat alapvetően magukévá teszik a bevándorlást illetően. Tehát alapvetően politikailag a demokraták engedtek nagyobbat, de azért a republikánusoknak is van ebben a megállapodásban, ha úgy tetszik, egy keserű pirula, mert hogy azért szó nincs arról, hogy azonnal leszárják a határokat, és nem engednek be több bevándorlót az Egyesült Államokba, amit egyébként sok republikánus szeretne elérni, de azért afelől ne legyen kétségünk, hogy mind a két oldal a kampányban a maga szája íze szerint fogja magyarázni a törvényjavaslatot, illetve hogyha létrejön, akkor magát az egyességet. Ugye a demokraták el fogják mondani, hogy ez volt az ára annak, hogy megmaradjon a humánus bevándorlási politika, a republikánusok el fogják mondani, hogy elértek bizonyos dolgokat, mert hogy egyszerűen ma már az, ami a déli határon folyik, az nem kivitelezhető, és erre a demokratáknak is rá kellett ébredniük. De valójában azért azt látjuk, hogy egyik oldal sem ért el igazán olyan eredményt, amire büszke lehet egy választási kampányban, még akkor is, hogyha mind a ketten azt fogják mondani, hogy ők bizony elérték, amit akartak. Február 6-án vesszük fel ezt a beszélgetést, és ha jól tudom, akkor most még ez idő szerint Nikki Haley versenyben van a republikánus elnök jelöltségért, és azért is hozom őt szóba itt a határmegállapodás kapcsán, illetve Texas és egyéb más államoknak a konfliktusa kapcsán, mert neki volt a múlt héten, illetve utána is több kijelentés a Texasszal kapcsolatban. Először egy rádiónak úgy nyilatkozott, hogy ha Texas úgy dönt, akkor akárki is válhat az Egyesült Államokból. Utána pedig ezt javította, és azt mondta, hogy ugyan meg, ha így akarnák az emberek, akár hogy gondolhatják így az emberek, de hogy alkotmányosan ez nem lenne lehetséges. Ezek a mondatok egyébként mekkora vihart kavartak? Alapvetően ugye maguk a kijelentések, azok bizonyos szavazói körökben természetesen rezonálnak, de azt gondolom, hogy azért Nikki Haley-nek a jelöltsége az már most is, ugye még a nevadai és a dél-karolinai választások előtt állunk bőven, azért már most is hajszálon függenek, és nagyon sok olyan interpretálás van, hogy ezek már a kétségbeesésnek a jai az egykori kormányzótól,
vagy az egykori ENSZ nagykövettől, attól függ, hogy melyik titulusát tekintjük fontosabbnak, és nyilvánvalóan volt azért egy nagyon erős felháborodás a tekintetben, hogy az Egyesült Államoknak az egysége az nem egy ilyen quiz show-ba vagy rádió interjúba való kérdés, hiszen azért mégiscsak arról van szó, hogy az 50 államnak valamilyen módon együtt kellene megoldania ezt a problémát, és ez áll egyébként a mögött, a jogi hercehurca mögött, amit most látunk Texas, illetve a szövetségi kormánynak a relációjában, hiszen pont arról megy a vita, hogy kinek van elsőbsége. De senki nem azt mondja, sem Abbott kormányzó, sem egyébként a Fehérháznak, vagy a vonatkozó ügynökségeknek a tisztségviselői, hogy itt valamiféle pauzát kellene húzni az állam, illetve az Egyesült Államok között, hanem egy jogvita folyik, nagyon egyszerűen egy jogvita folyik, és az ilyen kijelentések a Haley kormányzónak az egyébként is már nagyon megtépázott hírnevének nem kifejezetten tesznek jót, hát egyszerűen elég megnézni a közvéleménykutatási számokat, amivel jól látszik, hogy 30 ponttal vezet előtte Donald Trump még a saját államában is. Tehát ő nyilvánvalóan már matematikailag persze még lehet, de jó esélye, már nem lesz jelöltje a republikánus pártnak. De ha már itt tartunk, és ön is említette, hogy volt rá precedens, hogy a texasi kormányzó felszállítatott migránsokat, most nevezzük őket az egyszerűség kedvéért így, olyan államokba, akik ugye ritkábban találkoznak, vagy nem úgy találkoznak ezekkel az emberekkel, mint ahogy a határmenti vidékek. Van feszültség ilyen módon egyébként, például a Texas és azon államok között, akár New York, ahol kevésbé találkoznak ezzel a problémával, bár most belekóstolhattak az elmúlt időszakban? Van feszültség természetesen, hiszen mindenki a maga módján próbálja megkezelni a migráció kérdését, de azért azt látni kell, hogy azok a demokrata vezetésű egyrészt városok, másrészt államok, amelyek azért nagyon sokáig kiálltak a kérdésnek a liberális kezelése mellett, most már azért ők is kezdik belátni azt, hogy valamiféle megerősített határvételre szükség van. Éppen múlt heti hír, talán ha jól emlékszem, de lehet, hogy két héttel ezelőtti, hogy New York kormányzójának a vezetésével 9 demokrata kormányzó kérte azt Biden-től, illetve a kongresszustól, hogy most már lépjenek fel határozottan a határvédelem kérdésében, mert egyszerűen nem bírják anyagilag azt a jelentős mennyiségű beáramlást, ami történik például New York városába. És ugye ez azért volt egy érdekes levél, mert hogy New York állam kormányzója pont azok közé tartozott, és azok között is tartották számon, mint akik vonakodnak Bidennek a politikáját támadni. Tehát vannak nyilván a párton belül is olyanok, akik elmondják, hogy hát azért vannak problémák Biden adminisztrációnak ilyen-olyan politikájával, rosszul kezeli a határvédelmet, a gazdaság az nem úgy alakul, ahogy szeretnék. A Bidenomics, tehát az a fajta gazdasági irányítási rendszer, amit ő megpróbál bedobni a köztudatba, az annyira nem ment át. A klímapolitika, amit ő nagyon szeretne erőltetni, az annyira nem ment át. De hogy a New York-i kormányzó, ő tartózkodott ezektől a megnyilvánulásoktól, és a határkérdés, a határvédelemnek a kérdése már őt is arra sarkalta, hogy bizony-bizony itt már fel kell lépni az ellen, a liberális határvédelem ellen, vagy liberális határpolitika ellen, ami folyik az Egyesült Államokban a Biden adminisztrációnak a hatalomba kerülése óta, és mindezt egyébként a humánumnak a nevében teszik, tehát hogy azért nem lépnek fel erősebben az illegális határ átlépők ellen, ami egyébként, ha jól emlékszem, akkor ilyen 300 ezer körül volt decemberben, ami egy rekord, tehát hogy soha nem regisztráltak még ennyi illegális határátlépést egy hónap alatt, azért nem lépnek fel, mert szerintük ez a humánus. És nyilván látják demokrata oldalon is, ha úgy tetszik a bal oldalon is, hogy ez egyszerűen hosszú távon az Egyesült Államok biztonsága szempontjából nem fenntartható. Február 3-án a Reuters beszámolója szerint volt Texasban egy nagyobb tüntetés, ahol százak özönlötték el egy Texas határmenti várost, és ugye a bevándorlás ellen tüntettek, az illegális bevándorlás ellen, és támogatásokról fejezték ki Donald Trumpot.
Illetve itt a Reuters szerint megjelentek vallási hát szimbólumok is akár, vagy beszédek ezen a tüntetésen, például az egyik felszólaló azt mondta, hogy szellemi harcban állunk köztársaságunk fentmaradásáért. Lehet itt valami kapcsolatot találni, hogy mondjuk a vallásosabb réteg, sokszor őket a republikánusokkal azonosítják, azok inkább bevándorlás ellenesek, és ha igen, akkor miért? És mondjuk a szekularizált réteg pedig inkább demokrata, és ezt a humánus vonalat képviseli, amiről én is beszélt. De azért nehéz ez a kérdés, mert valóban itt volt egy nagyobb tüntetés. Egyébként nem csak Texasban, de kisebb mértékben megjelentek ugyanezek a fajta tüntetések Nevadában, vagy éppen Új-Mexikóban, de igen, itt azért sokszor feltűntek ilyen jellegű szimbólumok. Ugye azt szokták mondani, hogy az evangéliumi keresztények tartoznak sokkal inkább a republikánus párthoz, és ők azért sokkal inkább ellenzik azt a fajta a bevándorlást, ami jelenleg az Egyesült Államok déli határánál folyik, de azt azért látni kell, hogy alapvetően ők sem, hogy mondjam, nem izolacionisták feltétlenül, tehát hogy nem elleneznek mindenféle bevándorlást, és nem mondják azt, hogy az Egyesült Államoknak mondjuk Jacksoni értelemben ki kell vonulnia a világból, és vissza kell húzódni az Amerika erődbe, és csak saját magukkal kell foglalkozniuk, hanem azt mondják, a józanész hangját megszólaltatva gyakorlatilag, hogy az Egyesült Államok az egy bevándorló nemzet, ezt azért kár lenne tagadni, és ugye az országot pont azt tette naggyá, hogy az egymást követő bevándorló generációk, akár az írek, a lengyelek, az olaszok, és a többi, ők beérkeztek az országba, de hogy volt a bevándorlásnak egyfajta szabályozott és rendezett módja. És ma pedig azt látjuk, hogy ennek a fajta bevándorlásnak nincs meg ez a határozott, rendezett és szervezett módja, hanem egyszerűen özönlenek be az emberek a déli határon, ahogy éppen nekik az tetszik, vagy ahol éppen be akarnak menni az Egyesült Államok területére, ott lépnek be. De ez nem jelenti azt egyébként, hogy a demokrata párt mellett ne lennének vallási csoportok. Hát azért, ha megnézzük az amerikai délen, meg a nagyvárosokban, azért nagyon sok olyan keresztény közösség van, akik határozottan kiállnak a demokrata párt mellett. Egyébként nagyon sok, nem feltétlenül akarok nagyon belemenni az etnikai vonalakba, de nagyon sok fekete keresztény közösség van, akik pedig kifejezetten a demokraták mellett állnak ki. Ugye szintén néhány héttel ezelőtti hír, hogy fekete közösségek vezetői, tehát pásztorok írtak levelet szintén Joe Bidennek, hogy álljon ki, és álljon a sarkára, hogyha úgy tetszik, a gázai kérdés kapcsán az azonnali tűzszünet, vagy az azonnali fegyverszünet mellett. Tehát mind a két oldalon vannak vallási közösségek, mind a két oldalt támogatják a vallási közösségek, de ezeknek a vallási közösségeknek pont azért, mert hogy egy nagyon sokszínű, vagy vallásilag nagyon sokszínű az Egyesült Államok, ezért máshogy látnak bizonyos kérdéseket, és így máshogy látják például a bevándorlás kérdését is. Tehát a demokraták és az őket inkább támogató közösségek, ők ezt a humánus módot fogják meg, hogy az kell, hogy legyen mindennek az alapállása, míg a republikánusok és az őket támogató vallási közösségek azért alapvetően a törvény is ajánlott, hogyha úgy tetszik, ezek mellett a hívó szavak mellett állnak ki. Még egy pár szót beszéljünk arról, ön is említette ezeket a számokat, és megdöbbentő számokról van itt szó, illetve képeket is lehet időnként látni, hogy hogyan indultak el az újságírók által ilyen migráns karavánoknak nevezett embertömegek az Amerikai Egyesült Államok felé, hogy mi elől jönnek ők az Egyesült Államokba. Tehát azt lehet tudni, hogy a kiváltó okokat, tehát a szegénység az oka a Mexikóban lévő életkörülmények? Alapvetően azért, hogyha megnézzük azokat az országokat, amik a legfőbb kibocsátó országok, tehát legyen az északi háromszög, Guatemala, Honduras és El Salvador, vagy legyenek a még délebbre lévő országok, tehát dél-amerikai, kifejezetten dél-amerikai országok, akkor azért azt látni kell, hogy ezen országoknak a gazdaság irányítási rendszere az, hát hogy fogalmazzak, nem a legsikeresebbek közé tartozik. Tehát nyilvánvalóan az egyik fő ok, az a szegénység és a munkanélküliség, amiből nyilván a szegénység is fakad többek között.
és ezért igyekeznek elérni az Egyesült Államokba, mert azt félelmezik, hogy az Egyesült Államokban viszont nincs ilyen típusú szegénység. És könnyebb, nem is az, hogy nincs ilyen típusú szegénység, ez talán egy rossz megfogalmazás, hanem hisz meg abban, amire egyébként épült is az Egyesült Államok, hogy kemény munkával el lehet érni azt, amit ők szeretnének, és el lehet jutni a társadalmi ranglétrának arra a fokára, amire szeretnének, és ugye ez a saját hazájukban az ott lévő akár politikai korrupció, akár nepotizmus, akár szimpla autokrácia miatt nem lehetséges. Tehát igen, az egyik kiváltó ok az a szegénység, a munkanélküliség, illetve nyilván az ebből fakadó kilátástalanság. Hogyha megnézzük ezeket a migráns karavánokat, hogyha úgy tetszik, akkor itt nagyon sokszor gyerekekkel, nagyon sok gyerekkel vannak ezek a karavánok, hiszen a következő generációnak a jobb léte miatt indulnak el, és az viszont az Egyesült Államoknak, az Egyesült Államok politikai vezetésének egy hibája, hogy nem tesz egyértelmű jeleket a tekintetben, hogy az Egyesült Államok befogadó képessége sem véges. Voltak Kamala Harrisnek ilyen, tehát ilyen paródiába hajló próbálkozásai, amikor elment Közép-Amerikába, és elmondta, hogy ne gyertek, mert nem tudunk mindenkit beengedni, de hogy azért az inkább feszültséget és haragot és dühöt váltott ki, semmit megértést, és ugye vannak olyan elképzelések is az Egyesült Államokon belül, meg olyan investíciós elképzelések, hogy beruháznak ezekbe az országokba, de nyilván ezek az országok meglehetősen instabilak politikailag, gazdaságilag, és így azért viszonylag nehéz beruházni ide. És nehéz találni olyan beruházót, aki mondjuk gazdasági alapon oda viszi a gyárát, vagy az üzemét, vagy bármilyen egyéb dolgot. Ugye beszéltünk már itt a humanitárius szempontokról, illetve arról, hogy gazdasági okokból jönnek sok esetben Amerikába, viszont az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezetének közzétett adatai alapján kb. Egy fél évvel ezelőtt tették közzé, az amerikai-mexikói határvidék számít a világ leghalálosabb szárazföldi migrációs útvonalának. Nagyon sokan, tehát évente százak vesztik életüket ezen az útvonalon, akár a kanyonok, a kaktuszok miatt, a sivatag miatt, hogy hőgutát kapnak, vagy télen a kimerültség, kihűlés következtében, és hogy ön is említette, meg hogy a képeken is látszik, nagyon sok gyermek érintett egyébként abban, hogy itt próbálnak átjutni velük a szülők. Ez sem tántorítja el egyébként ezeket az embereket, hogy hát egy olyan út, ami bár sokan talán azt gondolnák, hogy a tengeri útvonalak veszélyesebbek, mégis benne van ebben a kockázat, hogy nem érnek oda. Alapvetően azt gondolom, hogy akik elindulnak, nem is feltétlenül van tisztában azzal, hogy milyen út vár rájuk, tehát hogy milyen időjárási viszontagságokon kell nekik keresztül menniük, hogy egyáltalán eljussanak az Egyesült Államokig, és hogy ha el is jutnak mondjuk a mexikói-amerikai határig, azért a mexikói-amerikai határnak a jelentős része azért az olyan területeken húzódik, ahol az életkörülmények azok nem a legideálisabbak. Hát azért, ha megnézzük, talán nem véletlen az, hogy vannak olyan déli államok, főleg az államoknak a déli megyéi, ahol a határmenti államoknak a déli megyéi, amik meglehetősen ritkán lakottak. Ennek alapvetően ez az oka. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy egyáltalán felmérik ezeket a körülményeket, ha pedig felmérik ezeket a körülményeket, akkor lehet, hogy mérlegre teszik a körülményeket, illetve azokat a lehetőségeket pedig a mérleg másik serpenyőjébe, amelyeket el szeretnének érni, és úgy gondolják, hogy olyan kilátástalan a helyzet a saját országukban, hogy még mindig jobban megéri nekik megkísérelni az átkelést az amerikai határig, és valóban nagyon sokan sajnos nem érnek el oda, hanem életüket veszítik az úton az amerikai-mexikói határig. Akkor keretes szerkezetet adva ennek a beszélgetésnek, egy pár perc erejéig visszatérnék erre a határmegállapodásra, kétpárti határmegállapodásra. Mit jelent ez a kampány szempontjából? Ezzel a megállapodással az történt most, hogy lehet majd a kampányban más témákra fókuszálni az elnök jelölteknek, vagy pedig éppen emiatt a határmegállapodás miatt marad forró téma a migráció? A migráció mindenképpen marad forró téma, de azért azt látni kell, hogy ez a megállapodás, ez, ha rangsorolni kellene, hogy kinek nagyobb segítség, akkor ha elfogadják, akkor inkább a demokratáknak.
mert el tudják terelni a szót azokról a problémákról, a gazdasági problémákról például, amelyeket az emberek folyamatosan éreznek és napi szinten éreznek, és inkább a republikánusoknak kedvez ezeknek a felemlegetése. Tehát, hogy mekkora munkanélküliség, milyen a, mik a fogyasztói árak, és ebből a szempontból inkább ők vannak előnyben, és hogy a demokratáknak eddig egyetlen témájuk volt, és tehát másfél, és minden egyéb témában defenzívában voltak szorulva, ugye az egyik az abortusz, a másik pedig a jogállamnak a kvázi megvétése Donald Trump visszatérésétől, mert ha megnézzük, azért a demokrata kampány az alapvetően erről a kettőről szólt. Szabad abortuszválasztás, illetve mi történne akkor, ha Donald Trump még 4 évre visszakerülne a Fehérházba. Most el lehet mondani emellé, hogy na de hát ők beterjesztettek egy olyan, vagy hát részt vettek a tárgyalásában egy olyan kétpárti megállapodásnak, amely valamilyen szinten megreformálná a migrációt. Ugyanakkor azért azt látni kell, hogy a republikánusok is el fogják mondani a kampányban azt, hogy igen, van ez a törvény, feltéve nem megengedve, hogy mind a két házon átmegy és az elnök is aláírja. Azt fogják mondani, hogy ez valójában, és ebben igazuk van, ez valójában nem egy átfogó reform, és átfogó reformra akkor lenne lehetőség, hogyha egyrészt Donald Trumpot megválasztanak az Egyesült Államok elnökévé, másrészt mind a két házban egy masszív republikánus többség lenne. Ugye a masszívra azért lenne szükség, mert hogy most is többsége van a republikánusoknak a képviselőházban, de hogy annyira megosztott a frakció, hogy azért nagyon sok kérdésben nem tudnak együtt szavazni, és így bizony-bizony a demokraták fel tudják őket morzsolni, és akkor már nem beszélek a George Santoshoz hasonló képviselőkről, akik ezt meg ugye maguk a republikánusok igyekeznek minél inkább távol tartani saját maguktól. Nagyon szépen köszönöm, Erdélyi Rezső Krisztián volt a vendégünk, a Nézőpont Intézet elemzője. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!